Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban elkalauzoljuk Önöket a zene és a gasztró világába, beszélgetünk egy kicsit a közelgő húsvétről, valamint megnéztük azt is, az Idősek otthonában hogyan ünneplik a nőnapot. Tartsanak velünk! Fehérváron első alkalommal rendezik meg a gasztró és zene ünnepet. Az első találkozón március 5-én tartották a civil központ előtti téren. Szombaton a Fehérvári Civil Központ előtti tér adott otthont a Fehérvári Gasztró és Zeneünnep rendezvénysorozat nyitányának. A látogatókat igazi gasztronómiai csemegékkel, kézműves vásárral és koncertekkel várták, amelyen fellépett a Gesztesi Alexandra, Birta Miklós duó is. Az Ökotudatos Fiatalokért Egyesület ötlete volt, illetve egy elnyert pályázat, ami alapján elkezdtünk erről velük beszélgetni. Illetve nyilván ők meg azért kerestek meg minket Vörös Tamás főszervező társammal, mert ugye Alberige Jazz Fesztivált most már 9. alkalommal lesz szerencsénk megrendezni nyáron Fehérváron, nagyon nagy sikerrel. És azt gondolom, hogy a nevünk az, vagy bízom benne, hogy egyenlő itt Székesfehérváron az igényes zenével, vagy a magas kultúrával, és ilyen módon ők gondolták, hogy képviselik magas szinten a gasztronómiát, hogyha hozzátesszük zenében ugyanezt, akkor ebből egy rossz program nem lehet. Én azt látom, hogy fantasztikus csapatot sikerült meghívni hétről hétre, de beszéljünk egy kicsit Gesztesi Alexandrájékról. Gesztesi Alexandra és Birta Miklós barátom fogják nyitni az eseményt. Birta Miklós egy, mondhatni most már, hogy nemzetközi híró gitárművész, itt a Kodolányi Művészeti Tanszékének alapítója, illetve gitártanára. Sandra pedig azt hiszem, hogy 3 éve diplomázott nálunk, egy kiváló jazz énekesnő is, de ő színházazik is, könnyűzenét is, popot is, funkot is, mindenfélét énekel, úgyhogy egy méltó nyitánya lesz a mai rendezvénynek. A Fehérvári Civil Központ és az Ökotudatos Fiatalokért Egyesület pályázata egy olyan program megvalósítására adott lehetőséget, amelyben a finomságok és a kézműves kultúra kedvelői mellett az igényes muzsika és vágyfülű hallgatóságra talált. Az Ökotudatos Fiatalok Egyesületében van egy nagyon jó kis projekt, amiben ez a több alkalom itt létrejöhetett Fehérváron, itt a Gasztró és Zene Ünnep címen, és nagyon örültem, amikor szóltak a szervezők, hogy itt a Vegyél Fejértnek a Csipet csapata, aki már itt a többedik évben vásározik a Fehérvári Civil Központ előtt, most nem csak a mai napon itt a Civil Központnál, hanem akkor a következő alkalmakon majd a belváros, illetve a Palotavárosban is megmutathatja magát. Nagyon fontosnak tartom, hogy azon túl, hogy a kézművesek, a termelők meg tudják mutatni magukat, közben egy olyan kulturális élménnyel gazdagodhatnak, amit majd itt a jazz koncertek adnak nekünk. A világjáró Birta Miklós, a nemzetközileg is elismert fúziós jazz gitáros ismét bemutatta, miért is tartja a szakma az egyik legvirtuózabb zenésznek. Szandrával hát ugyan 5 éve körülbelül most már, hogy működik ez a duó. Ez eleinte egy szóló produkciónak indult, amit én elkezdtem kidolgozni az én kedvenc felvételeimet, és aztán arra gondoltam, hogy ez sokkal működőképesebb lenne, hogyha énekkel együtt működne, és ez bejött, ez bevált. Olyan szerzeményeket válogattunk, amely mind Szandrának, és mind nekem is nagy kedvenceim, dacára a nagy korkülönbségnek. Hát ezek inkább ilyen mai, ha azt mondom mondjuk, hogy Moonchild, vagy Tommis, akkor ez egy új vonulat, a mai 20 évesek zenéje, ami lényegében engem is megfogott. Ami az érdekesség benne az, hogy ez eredetileg ez nem gitár és énekzene, hanem ezek zenekari muzsikák. És megpróbáltuk ezeket átültetni a mi felfogásunkba, és úgy tűnik, hogy ez működik. A koncert megerősítette, hogy a Kodolányi János Főiskola jazz előadó művészet szakán végzett Gesztesi Alexandra a zene iránti elhivatottsága töretlen. A magát maximalistának valló fiatal énekes ezúttal is bizonyította, miért is tartják a jövő csillagának. Én azt gondolom, hogy az, amit mi most a Mikivel csinálunk, az azért különleges, mert szerintem a zenénken is érezhető az, hogy hogyan találkozik két generáció és két különböző zenei látásmód igazából. Mind a ketten tanítjuk egymást ezekre az új dolgokra, illetve én a Mikitől nyilván rengeteget kaptam a jazz tanszakon is, stb. Tehát ő a tapasztaltságával és a kiforrott zenei ízlésével nagyon sokat tudott nekem tanítani, én meg úgy érzem, hogy sok újat tudtam neki mutatni abból, ami inkább az én generációmra jellemző, és én azt hiszem, hogy a közös zenénkben ez az ötvözet ez egészen jól hallható.
Március 19-én a Főutcai Mátyás király emlékműnél vásári forgatag, majd zenei koncertek várnak mindenkit, ahol színpadra lép a Kelemen Angelika, Dorogi Ákos dúó, Nagy Lili, majd Orsovai René zenekara, a székesfehérvári származású Nene is. Vége a farsangnak, a nagybőjt időszakába léptünk. Tornyai Gábor plébánossal, Kovász Szilvia beszélget a stúdiónkban. A húsvéti ünnepkörről beszélgetünk Tornyai Gábor atyával. Szeretettel köszöntelek. Én is köszöntelek, és köszöntöm a kedves nézőket is. No, régen beszélgettünk már úgy, hogy itt ilyen öltözékben, reverendában jártál nálunk. Azért is gondoltam arra, hogy a mai napon egy picit beszélgessünk mélyebben a húsvéti ünnepkörről, mert néha sokan nincsenek tisztában a hátterével, a dolgok alakulásával, hogy mi mihez köthető. Ugye a népszokások is azért erősen az egyházi kultúra, illetve hagyományok útján mentek aztán, tehát összefonódnak, de azért jó lenne egy picit tisztázni, hogy mi köré alakult így. Jó, én akkor rögtön egy picit pontosítanék, mert hogy a mostani időszakunk még nem a húsvéti ünnepkör. A húsvét ünnepkör alapvetően a húsvét után, húsvét vasárnap után kezdődik el. Ez most a nagybőti időszak, és ez a készületnek az ideje. Egy picit visszafogottabb idő, amiben az ünnepre készülünk rá. Uh-huh. És nagyon érdekes, hogy van egy másik ilyen bőti időszakunk, amit sokkal ritkábban szoktunk manapság már bőtként emlegetni, ez az adventi időszak, ami tulajdonképpen egy hasonló készületi időről szól, mint ami a nagybőti időszak, hogy nagybőtben készülünk a húsvétre, és hogy a visszafogottságból egyszer csak belépünk az ünneplésbe, ugyanez az adventben, ott talán egy picit jobban megéljük, hogy ott a készülődés ott van, hangolódunk arra, hogy majd megérkezünk karácsonyba, de hogy talán, hogyha úgy valaki szeretné megérteni, vagy úgy érzékelni, hogy mit is jelent a nagybőti időszak, akkor lehet, hogy ez a párhuzam segítséget jelenthet nekik. Menjünk egy kicsit visszább az időben, hiszen most a farsangi időszakot hagytuk magunk mögött. Ugye volt a farsangfarki sok-sok ünnepség most itt a hétvégén, vagy éppen mondjuk, hogy húshagyó kedden, például a tikverőzés volt itt Mohán a környékünkön, és hát számos néphagyomány fűződik ehhez. Egy picit beszéljünk erről, hogy volt itt a húshagyóked, aztán a hamvazószerda, ezeknek milyen jelentősége van, és ugye így léptünk be aztán a bőti időszakba. Igen. Ugye a bőti időszaknak egy jellegzetessége, manapság már sokkal enyhébb, most az egyházi gyakorlatról beszélek, sokkal enyhébb, mint ami korábban volt. Ugye két szigorú bőti napunk van, ez a hamvazószerda és a nagypéntek, ugye a katolikus gyakorlatunkban. Ezeken a napokon van az, hogy háromszor lehet enni és egyszer jól lakni. Ez 18 és 65 év közötti hívők számára kötelező, egyébként bárki betarthatja, és a nagybőjt péntekjein van egy olyan, hogy hústilalom, akkor a többi péntekeken az év többi részén, ha valaki akarja, megtartja, valaki nem, de a nagybőjt péntekjein megmaradt ez a hústilalom. És innentől válik érthetővé talán, hogy a húshagyó kedd elnevezés az tulajdonképpen arról szólt annak idején, hogy na eddig ettünk húst, és akkor elkezdődött a nagybőjt a hamvazó szerdával, és akkor innentől a húsvét az, amikor újra vesszük magunkhoz gyakorlatilag a húsételeket. Tehát ha szigorú értelembe vett megtartóztatásra gondolok, akkor ezek az elnevezések is segítenek tulajdonképpen ebben. És ugye van egy másik ilyen népies elnevezésünk, a torkos csütörtök. Ami ma van, ugye? Ami ma van, és tulajdonképpen illetve... ennek is ez a torkos csütörtöknek is tulajdonképpen ez a jelentése, hogy amit húshagyók kedden elkészítettek és megmaradt étel, a hamvazószerdai bőti napon nem ették meg, de hogy nehogy megromoljon, ezért a torkos csütörtök ott van, akkor még megehetünk mindent, mert a péntek már megint szigorú bőti nap. Uh-huh. Vagy szól bőjtös nap. Itt ezen a ponton akkor elmondjuk a nézőknek, hogy ez a műsor, ez felvételről készült, azért is mondtuk, hogy torkos csütörtök van ma, hiszen ma van március 3-a, kicsit később fog ez a beszélgetés majd adásba kerülni, de igazából ami a kérdésem lenne az, hogy ugye egy 40 napos bőjti időszakról beszélünk, mondod, hogy a katolikus egyház szerint szerdán és pénteken nem esznek húst,
És a többi nappal mi van? Mivel ez egy 40 napos bőti. Igen, igen. Igazából gondolom én, hogy itt a lelki részére vonatkozik ez, igen. De mégis a picit mesélj erről. Igen. A 40 nap egyébként úgy jön ki, hogy a vasárnapokat nem számítjuk bele, és ez embere válogatja, de gyakorlatban, legalábbis én az én saját gyakorlatomon úgy szoktam, hogy ha már egyszer megfogadtam valamit a bőti időszakról a vasárnapokon is, megtartóztatom magam azoktól a dolgoktól, amiket felvállaltam, és akkor így picit hosszabbá válik ezzel a bőti időszak, de klasszikus értelemben a vasárnap kivételével jön ki ez a 40 napos bőti időszak. Tulajdonképpen lehető talán ez a legjobb megfogalmazása, hogy ez egy lelki értelembe, vagy spirituális értelembe vett bőt, mert hogy azért a hétköznapi gyakorlatunknak is a része, vagy legalábbis nagyon sokan, akik egészségtudatosan próbálnak élni, nagyon sokféle bőtöt tartanak. Talán ugye a legklasszikusabb a lébőt kúra. És akkor azt mondja valaki, hogy a kicsit méregtelenítem a szervezetemet, nem viszek be olyan anyagokat, amik lerakódhatnak benne, vagy éppen amik olyanok vannak benne, megpróbálom kicsit úgy kitakarítani magamat, hogy egészségesebben éljek. Ezek picit rövidebb időszakok, elég megerőltetőek tudnak lenni, legalábbis ahogy én megpróbálom ezt elképzelni, de hogy itt alapvetően a test van a fókuszban, hogy az én testem egészséges legyen, vagy én rendben legyek. Itt ugye egy lelki értelme vett bőtről szól, ami gyakorlatilag annyi előírásunk van, vagy annyi keretünk van, hogy ez a hamvazó szerd és nagy péntek a nagyon szigorú, a pénteki napok azok, amik így a hústilalmas napok, de tulajdonképpen más nincs előírva, hanem arról szól, hogy egy picit figyeljek oda saját magamra. Ez a bűnbánatról is szól, a bűnbánat, igaz? A bűnbánat megtérés. Ugye ezért is az adventnek is, és a nagybőtnek is a liturgiában, a templomi gyakorlatban, a miséken használt színe az a lila. A lila az a bűnbánatnak, a megtérésnek a színe. Egyébként, hogyha valaki nem jár templomot, de filmeket néz, és mondjuk lát olyan filmet, amiben éppen gyóntat egy pap, azon is ott van a lila stóla a nyakába, ez szintén a bűnbánatnak, a megtérésnek a szimbólumaként, vagy jeleként van ott, de hogy ez az időszak tulajdonképpen erről szól, hogy figyeljek oda egy picit saját magamra. Figyeljek arra oda, hogy milyen, talán lehet, hogy ez egy jó szó, és remélem, hogy ez így érthető is, hogy milyen megkötözöttségeim vannak. Mik azok a dolgok, amik nem tesznek engem szabaddá arra, hogy én a szeretetemet megéljem, hogy az élet legyen bennem. És a bőti gyakorlatok, azok tulajdonképpen, most ha nagyon, nagyon profanizálni szeretném, így hétköznapivá szeretném tenni, akkor azt mondom, hogy tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy egyfajta erőgyakorlatok. Hogy én képes vagyok arra, hogy legyőzzem saját magamat. És azért is szoktam mondani, hogyha valaki fölvállal valami bőti megtartóztatást, nem kell nagy dolognak lenni. Mert van egy ilyen kísértésünk, vagy tud lenni egy kísértésünk, hogy valami nagyot akarok csinálni. Csak ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy oké, de gondolj be bele, hogy ezt hány napon keresztül fogod csinálni. És lehet, hogy most egy-két napon keresztül vissza lendület, de ha belebuksz rosszabbul, inkább legyen kisebbnek tűnő, de hosszabb távon vállalható az a dolog, amit te próbálsz megélni. Uh-huh. Egyébként az is egy nagyon izgalmas gyakorlat, vagy önismereti gyakorlat lehet, amikor a saját bukásaimra nézek rá. Tehát, hogy fölvállaltam valamit, és hogy hol voltak azok a pontok, ahol mondjuk engedményeket tettem magamnak, és miért. Vagy sokszor van olyan, hogy valaki jön hozzám, akár gyónásba, lelki beszélgetésben, azért merem mondom, hogy sokszor előfordul, hogy egyszer csak rádöbbentem x hét után, hogy fú, nagy bőt van, és én nem csináltam semmit. És akkor lehet arról is gondolkodni, hogy tulajdonképpen ez miért nem jutott eszedbe? Hogy hol van neked a hétköznapok pörgéseiben az, hogy te keresztény emberként élsz, gondolkodol, ez mennyire járja át az életedet. Uh-huh. Tehát, hogy ezek mind-mind lehetőséget adnak erre tulajdonképpen, és talán még egy megközelítés ennek a bőtnek, és lehet, hogy ez is segítség lehet ebben a gondolkodásban, hogy ez egy ilyen nehéz szavunk, hogy megtartóztatás, mert az olyan kényelmetlen. De hogyha úgy tekintek erre, hogy valamit szeretetből teszek, tehát szeretetből lemondok valamiről,
hogy ebben vagy azért teszem, hogy növekedni tudjak a szeretetben, már egy egészen más megközelítés. Csak egy nagyon egyszerű példa, itt vagy te is anyukaként, azt gondolom, hogy nálad is előfordult biztos az, amikor kicsik voltak a gyerekek, hogy nem aludtak rendesen, vagy betegek voltak. Igen. És akkor neked ott kellett lenni mellettük, nem aludtál rendesen, fáradt voltál. Lehet ezt a történetet úgy olvasni, hogy ez egy lemondás, hogy nem aludtam, kényelmetlen dolog, ez egy nem jó dolog, mert le kellett mondani. De olvashatom úgy is, hogy mivel szeretem a gyerekeimet, ezért megteszem értük. Uh-huh. És akkor már nem azt nézem, hogy mi az, amivel nekem rosszabb lett és hiányzik, hanem az, hogy tulajdonképpen azért lemondásomon keresztül hogyan gazdagodott a mi kapcsolatunk. És amikor a bőtre így kezdek el ránézni, hogy most lemondok valamiről azért, hogy képes legyek arra, hogy ezzel az én kapcsolataim, legyen szó Istenről egy hívő ember számára, vagy az emberi kapcsolataimra jobban tudjak figyelni, onnantól már igazából a szeretet, és mert a húsvétkor az életet ünnepeljük. Tehát, hogy úgy jutunk el a húsvétba, hogy én kicsit belehalok a saját dolgaimba, de ez tulajdonképpen az élet felé vezet el engem. Uh-huh. Igen, azt is akartam pont kérdezni, hogy ugye itt az ünnepkörnek a fő kicsúcsosodása, ugye Jézus feltámadása, igen, a húsvét. Igen. És ugye ott a nagy hét is, igen, egy egész különleges liturgia szerint megy. Igen, én nagyon szeretem a nagy hétnek a szertartását, és mostanában mindenfelé szoktam hirdetni, hogy annyi krízis vesz mostanában körbe bennünket. És ha jól emlékszem, szerintem talán valamikor beszélgettünk is így ezről, ami járványos, hála Istennek most úgy tűnik, hogy talán kikerülünk ebből. De hogy pont ennek kapcsán jutott eszembe, hogy nekünk keresztény embereknek, vagy ezt is most katolikus papként vagyok itt jelen, szóval nekünk katolikusoknak van egy fantasztikus gyakorlatunk a krízis megélésére. És pont ez a nagy hét az. Mert hogy a nagy hét liturgiája egészen különleges, szertartása egészen különlegesek. Ugye a nagy csütörtökön elkezdjük úgy a szertartásunkat, mint egy átlagos misét. Rendesen az elején keresztet vetünk, éneklünk, és amikor vége lenne a szertartásnak, nincs vége. Egy ilyen döbbenet van, hogy nem zárjuk le a szertartást, elfogják Jézust, mit csinálunk. És akkor az oltárt, a templomot minden díszétől megfosztjuk, ki le van csupaszítva a templom. Egy olyan állapotba kerül a templom, ami nem egy szokványos. És akkor jön utána a nagy péntek, amikor nincs eleje és nincs vége a szertartásnak. Tehát ez a totál összezavarodottság, mint egy klasszikus krízis helyzet, hogy eddig ment normálisan minden, akkor most hogyan megy tovább, mit csináljak? Nagy szombaton nincsen semmi. Az a halálnak az ideje. Amikor összezavarodok, nem tudok mit kezdeni magammal, nincsenek eszközeim, nem látok kapaszkodót, a mélyben vagyok, a sötétben vagyok, teljesen zavarodottság, és akkor elkezdődik a húsvét vigiliája, a feltámadás ünneplés, az úgy kezdődik, hogy nincs eleje, nincs szokott eleje, és úgy fejeződik be, mint a hétköznapok. Áldással. Tehát, hogy van egy ilyen útunk, és ezt mi minden húsvétkor megéljük, hogy elkezdődik, összezavarodunk, összekeveredik minden, belehalunk, sötétben vagyunk, és kivezetődünk a sötétből. De ez az út, ez az életnek ez a szakasza, ez már nem ugyanaz, mint az előző. Uh-huh. És hogy tulajdonképpen a hétköznapi kríziseink, azok tulajdonképpen pont így működnek. Akár ugye ott a betegség, akár a háborúnak az üzenete, akár egy csomó olyan ijesztő dolog, ami megrendíti a hétköznapokat. És keresem a választ, és akkor csak az egy kapaszkodom, hogy van valami remény, lesz majd ennek valami normális folytatása. Vagy beleragadok az űrzavarba, vagy kilépek ebből. Szóval, hogy én most az idén különösen is szeretném valahol egy picit ezt úgy odavinni az emberek elé, amikor fogok majd húsvétkor ünnepelni velük, hogy nézzünk rá erre a mintánkra, mert hogy ezt a gondolkodást, ha beviszem a hétköznapjaimba, akkor van egy kapaszkodom, vagy egy mintám arra, hogy ne veszítsem el a reményemet. No, még egy kérdés itt a végére, hogy aha, itt az Öreghegyi plébánián hogyan készültök erre az ünnepkörre? Van egy nagyon, nagyon jó kis csapatom, és ezért tényleg hálás vagyok a Jóistennek, akár a fiatalok, minisztránsok, akik ott dolgoznak és készülődnek, de van egy közvetítő csoport, akikkel a miséket, szertartásokat közvetítjük velük is, majd lesz egy megbeszélésünk, hogy aki nem tud esetleg ott lenni a templomba, úgy gondoltam, hogy én azt az elvet követem, hogy,
hogy attól még, hogy a helyzet talán oldódik és felszabadulunk, a misek közvetítés, vagy ilyen online párhuzamos közvetítést, ezt megtartanánk. Mert hogy kapok sok olyan visszajelzést, hogy akár egy kerekesszékes barátom jelezte, hogy neki milyen nagy segítség, hogy nem tud eljutni, vagy valaki külföldre utazik, vagy éppen beteg, hogy milyen jó, hogy a saját közösségébe tud kapcsolni. Szóval velük is készülődünk, van egy felolvasói csapat, egy felolvasói kör, velük készülünk, tehát sok-sok csoporttal együtt készülődünk arra, hogy ez az ünnep, ez tényleg egy méltó, és igazán ünnep tudjon lenni. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy legyenek ünnepek, amik egy kicsit úgy kiemelnek a hétköznapból, megállítanak bennünket. Úgyhogy ez van a készület fókuszában. És talán idén már nem szab ennek gátat a járvány sem, úgyhogy én jó készülődést kívánok nektek, és köszönöm, hogy eljött, és remélem, hogy máskor is mesélsz hasonló szép ünnepek hagyományairól. Köszönöm szépen. Szívesen, örömmel. Kézzel készített ajándékok, szebbnél szebb virágok. Így köszöntötték a Kossuth Zsuzsa Szociális Intézmény női lakóit nőnap alkalmából, valamint a Vörös Marti Színház egyik művésze is különleges meglepetéssel készült a jeles napra. Március 8-a a Nemzetközi Nőnap, a hölgyeket ünnepeljük ilyenkor. Nem volt ez másképp a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény Rákóczi úti épületében sem, ahol különféle ajándékokkal kedveskedtek az otthon lakóinak. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megbecsülik ezt a régen született ünnepet, és nagyon sok szépet kaptunk itt. Már reggel megkaptuk az ajándékokat, egy-egy kedves virágrajzot, vagy bármi, a legtöbbet az mindegyik nagyon fontos, és nagyon jól esik, de a legfontosabb, hogy jó hangulatban voltak azok is, akik adták, és akik kapták is. Szántó Lajosné szerint kifejezetten szükség van az ilyen és ehhez hasonló programokra, hiszen addig sincsenek egyedül, ami nyugdíjas korban igen fontos. Hát nagyon rossz elzártan egyedül lenni, főleg ugye, mert a körülöttünk lévők már elég sokan hiányoznak a sorból, de közösségben egy akár egy pohár víz is jobban esik az embernek, és nagyon sokat tesznek értünk, és megbecsüljük mi is. De nem csak az intézmény ellátottjai számára, az ápolóknak is fontosak a különféle rendezvények, hiszen a koronavírus járvány miatt az előző években nem volt lehetőségük együtt ünnepelni. Az idősek otthonában minden olyan ilyen jellegű programnak nagy hagyománya van, az utóbbi években sajnos nem tudtuk megünnepelni, ezért nagy öröm az, hogy újra együtt ünnepelhetünk, újra vendégeket fogadhatunk, és ezen jeles nap alkalmával, ahogy majd látni fogják, szép számmal összegyűltek ellátottaink, hölgyek és urak egyaránt. A jeles nap alkalmából pedig különleges meglepetéssel is készültek az intézmény dolgozói. Török Tünde elmondta azt is, hogy a nőnap megünneplésére még nagyobb hangsúlyt fektetnek az időseknél. A nőnap az egy külön hagyomány, ugye, amit kicsit a fiatalkorukat is visszaidézi, nem beszélve arról, hogy már a várva várt tavaszt is idézni fogja számunkra ez a nőnapi alkalom. Nőnap alkalmából pedig a Vörös Marti Színház művésze Keller János is megajándékozta a lakókat egy tavaszi dalcsokorral. Nagyon örülök annak, hogy élőben találkozhatok a kedves hölgyekkel és urakkal is, és azért emelem ki az urakat is, mert nekik is fontos szerepük lesz ma, hiszen velem együtt énekelhetnek, és így köszönhetik a hölgyeket. Hihetetlen öröm, hogy végre élőben, ugye most már 2 éve elmaradt az, hogy élőben találkozhatok a kedves hölgyekkel. Tavaly is készültünk, tavaly is a pandémia ezt felülírta, és most hihetetlen várakozás és boldogság van bennem, hogy újra itt lehetek. A Csak egy tánc volt című szerzemény mellett számos jól ismert dal csendült fel a délelőtt folyamán, melyet a hölgyek és urak közösen énekelhettek, ezzel is felidézve fiatalságukat. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra!